Az Idáncsi több mint 150 hektáros és kínai tulajdonba került naperőmű és napelempark számos gondot okoz az itt élőknek. A környező lakosság több esetben tiltakozott a naperőmű építés ellen. Például a magas feszültségű távvezetéket a gazdák földje fölött vezették el. Most egy újabb probléma adódott. A naperőmű melletti területekre is kijutott az a gyomírtószer, amit a napelempark területére szántak, csak valószínűleg a szél fújta ki. A következmény azonban természetkárosítás. Az itt lévő akácfák kipusztultak, elsárgultak, és jutott a gyomírtószerből még a környező tanyák udvarára is. A helyiek tiltakoznak emiatt, bejelentést tettek a polgármesteri hivatalnál, és a szakhatóság vizsgálatát kérik. Azt mondják, hogy a zöld projektként reklámozott Idáncsi naperőmű és napelempark ügye, az lehetett volna békésebben is megvalósítható, és nem úgy, hogy az itt élő lakosság szenvedi el az ebből adódó károkat. A naperőmű megvalósítása során beígért védőcserje sávból maradt 2-3 cserje a kerítésen kívül, majd megdöbbenve tapasztaltam, hogy az egészet lekaszálták cserjéstől mindenstől, és pár nappal később pedig azt tűnt fel, hogy az út mellett, tehát az aszfaltút mellett az egyik hatalmas akácfa elkezdett sárgulni. Akkor láttuk, hogy végig a kerítés mellett ez történik, akkor jeleztük a polgármesteri hivatal felé, hogy itt valami gond van, és kiderült, hogy gyomírtóztak, óriási károkat okoztak ezzel az élővilágban, mert elkezdtek pusztulni a növények. Esküvői helyszín, állattartók, mezőgazdasággal foglalkozók veszik körbe az erőművet. Mi kiemelt turisztikai övezet vagyunk az erőmű közepén, és ennek ellenére, amikor egy ilyen dolog történik, még csak szólni sem szólnak.